1882. április 1-én délben Tisza Eszláron Solymosi Eszter, egy 14 éves keresztény kálvinista felekezetű szolgáló lány a boltból hazafelé menet eltűnt. Aznap volt a zsidó húsvétot megelőző szombat ünnepe, amikor a falusi és a környékbeli zsidók a kántorválasztásra érkezett vendégekkel együtt a helyi zsinagógában gyűltek össze. Az eredménytelen keresés után elterjedt a szóbeszéd, hogy Esztert megölték a zsidók, édesanyja feljelentést is tett ellenük, de a hatóságok csak a lány országos körözését rendelték el. Április végén a zsidó templomszolga, Sarf József 4 éves kisfia arról kezdett beszélni, hogy az eltűnt lányt egy zsidó mészáros ölte meg a fiú apja és bátyja segítségével. Az édesanyja ezért ismét vizsgálatot követelt, a nyíregyházi törvényszék által kijelölt vizsgálóbíró pedig le is tartóztatta Sarf Józsefet és feleségét, és megkezdte a falubeliek kihallgatását. Sarf fia, bár a védelem szerint verés és fenyegetés hatására fenntartotta vallomását, mely szerint a zsidók a zsinagógába csalták Solymosi Esztert, ahol elvágták a nyakát, azért, hogy a vérét a húsvéti kovásztalan kenyérbe, a macezbe süssék. A vallomás alapján letartóztattak 12 embert, és átvizsgálták a zsinagóga környékét, de nem találták nyomát a holtesnek. Az eset miatt szerte az országban felerősödött az antiszemitizmus, több helyen zavargások törtek ki. Júniusban aztán tutajosok egy fiatal nő holttestét találták meg a Tisza partján, Tiszadada közelében. A halott Solymosi Eszter ruháit viselte, és a helyi orvos 14 évesnek becsülte, a nyaka sértetlen volt. A rögtönzött halott szemlén a tömegből kiszólított falubeliek a holttestben Solymosi Esztert ismerték fel, édesanyja és nagynénje viszont nem. A következő nap tartott halott szemlén már senki nem ismerte fel a testet, melyet ezután eltemettek. Az eljárásban számos szabálytalanságot vétettek. A vizsgálat vezetője például szinte tényként feltételezte, hogy a zsidók egy másik nő holttestét öltöztették Eszter ruháiba, s felmentésük érdekében megszervezték a már nem egyértelműen felismerhető halott hatóságok kezére juttatását. A testet megtaláló tutajosokat napokig verték és fenyegették, míg végül azt vallották, pénzért vállalták a tetembe öltöztetését és leszállítását. Végül 15 személy ellen indítottak eljárást 1883. áprilisában. Időközben a holttestet exhumálták, de csak annyit sikerült megállapítani, hogy a nyaka ép, így a nyakelvágás nem lehet a halál oka. A megvádoltak védelmét Eötvös Károly képviselő és ügyvéd vállalta el, az ügyész pedig Seyfert Tede királyi főügyész helyettes volt, aki nem hitt a vérvád babonában, vádbeszédében maga is a vádlottak felmentését indítványozta. Eötvös védőbeszéde 1883. július 30-án 7 órán át tartott. Álláspontja szerint a megtalált holttest Solymosi Eszteré volt, akit gazdasszonya addig kínzott, míg végül a Tiszába ölte magát. Bár a magyar királyi kúria részmegállapításként kimondta, nem állapítható meg teljes bizonyossággal, hogy a megtalált holttest Solymosi Eszteré, a megvádolt zsidókat végül felmentették. Mind ártatlanságuknak, mind bűnösségüknek a mai napig akadnak hívei.